Na hát, képzeld, Savanya, mi? Tegnap szexes nap volt nálunk. Nem volt! De bizonyám, az asszony odaállt elém ilyen tök átlátszó Halloween-ba, és azt mondta, hogy teljesít egy kívánság. És te mit kívántál, Pittyen? Azt kívántam. Azt kívántam, kézzel. Költöző haza az anyjához. Ja, és te, hogy akartam kérdezni, neked hány gyereked van, Savanya? Nekem 5 vagy 6. 5 vagy 6. Na, ne viccelj, hát azt csak tudod, hogy hány gyereked van. Hát ugye, fene. Nem avatkozom én bele az asszony dolgába. Hát egyébként nem azért mondom, de az asszony szerint én egy valóságos lopakodó vagyok az ágyba. Miért? Bocs, hogy miért? Mert a jelenlétemet semmivel se lehet érzékelni, tudod? Te, Sanyom, te hol ismerted meg a feleségedet? Én? Te? Kocsmába. Kocsmába. Addig piáltunk, amíg becsúszott az asztal alá. Az jó. Na és te? Én már ott vártam. Tessék, itt egy kép az asszonyról. Nézd már, ne, itt. De szép! Hát szépnek szép, csak nem hű. Apropó, nálam is van ám egy kép a kislányomról. Ezeket nem édesek. Minden nappal jobban hasonlít rám. És nem lehet ellene valamit tenni? Mi szerinted én nem vagyok szép. Na, tessék, itt van egy tükör, ezt nézd meg magad. De fájny gyerek vagyok. Hát sokkal jobban nézek ki, mint az a Piti Brad Piti, ugye? Most meg mind a ketten látszunk. Ja. Úgy nézünk ki, mint két gázpalac. Ugye? Ja. Ki köpött két gázpalac? Két gázpalac? Ez hogy érted? Úgy, hogy én nézek ki propán, te meg bután. Te milyen jó pofa vagy. Egyébként az igaz, hogy új kutyád van. Jó. Te is közel enged magához? Hát persze, hogy közelen, különben hogy harapna meg? Nekem egyébként jelző kutyám van. Vonyítva jelez. Na és mikor? Mikor jelez? Hát ugye, amikor rálépek a farkára. Ha odakinn a hidegben a feleséged kiáltozna, a kutyád meg vonyítana, melyiket engednéd be előbb? Várját, ezen ugye el kell gondolkozni. Tehát a feleségem vonyítana, a kutyám kiáltoz. Hát meggondoltam jól, de szerintem a kutyát. Miért? Hogy miért? Mert a kutya a csöndben van, amikor már bent van. Mondjuk az én feleségem is állandóan morog, veszekszik, meg kiabál. Igen, és te ezt hogy bírod? Hát ezt még bírom. Csak akkor van baj, amikor jó kedve van. Amikor jó kedve? Miért? Mert olyankor egész nap énekel.